csalók közel 100 ezer forintos nyereményt ígértek. Nyelvvizsga hiány, több ezer diploma ragad ment az egyetemeken. Közepes szőlőtermés várható a mátrai borvidéken. Ezeken kívül számos hír és információ. Jó estét kívánok! Sokan bedőltek annak az internetes átverésnek, amely az egyik legnagyobb magyar áruházlánc nevében. Mindössze néhány kattintásért cserében közel 100 ezer forintos ajándékutalványt ígért. A szakember szerint legyünk nagyon óvatosak, hiszen felhasználhatják az adatainkat, e-mail címünket, sőt vírussal is megfertőzhetik számítógépeinket. Legyünk elővigyázatosak, ha túl magas összeget ajánlanak, vagy ha kétes oldalra kattintunk. Néhány kattintásért közel 100 ezer forint ajándékutalvány. Ön elhinné? Sajnos sokan ezt tették, miután egy weboldal meghirdette nyereményjátékát, mindezt az egyik legnagyobb áruházlánc nevében. Az emberek tömegével dőltek be az átverésnek. Manapság a különböző nyereményjátékok igen népszerűnek számítanak, hiszen gyakran csak egy lájkot, megosztást kérnek cserébe. Sokan azonban elfelejtik azt, hogy körültekintőek legyenek, személyes adatokat adnak meg, és az irreálisnak tűnő hirdetéseknek is bedőlnek. Én azt mondom, hogy arra kell figyelni, hogy az ember a két szép személyre nem igazán kap hatalmas összegeket. Például most is volt ez a 85 ezer forintot kap valaki, hogyha kitölt egy kérdőívet egy gyöngyösen jelenlévő multinacionális áruháztól. Hát ez ilyen népmesei vagy tündérmesei kategória. Tehát ilyenekben nem szabad hinni, mert ez már egyből látható, hogy ez egy átverés. Tehát ilyen nincs azért. De nem csak a magas összeg lehet árulkodó, hanem maga a weboldal elnevezése is gyanút kelthet. Az ártatlannak tűnő nyereményjátékok során a mobilszámunkat kiadva költségcsapdába is kerülhetünk, és az e-mail címünket is felhasználhatják. Hogyha ezt még párosítják az ilyen játékokat vírusküldéssel, akkor megfertőződhet a számítógépünk, illetve mi magunk válunk ezeknek a e-maileknek vagy vírusoknak a terjesztőivé. Azáltal, hogy általában mindig kérik, hogy osszuk még meg, vagy küldjük el 10-15 ismerősünknek, mert csak abban az esetben lesz érvényes a nyereményre való jogosultságunk. A bevásárló központ végül egy közleményben tudatta, semmi közük az internetes játékhoz, egyébként is mindig a saját weboldalukon indítják a promócióikat. Csaknem 12 ezer diploma ragad ment az egyetemeken és főiskolákon 2016-ban azért, mert hiányzott az oklevél kiadásához szükséges nyelvvizsga. Erről a Nyelviskolák Szakmai Egyesületének elnöke nyilatkozott híradónknak. Csak tavaly 11.780 voltak azok, akik nyelvvizsga bizonyítvány hiányában nem jutottak hozzá az oklevélhez. Ugyanez a szám 2015-ben 9.354 volt, még egy évvel korábban 8.500. A felsőoktatási intézmények nem tehetnek a bent ragadt diplomákról. A felsőoktatás feladata elsősorban a szaknyelvi oktatás, nem az általános nyelv tanítása. Ezekből az adatokból az látszik, hogy mintha romlana ez a statisztika. Ugye most, amit tudunk, hogy 2020-tól a jelenlegi terv szerint azt szeretné bevezetni a kormányzat, hogy ne kimeneti szint legyen ez a középfokú nyelvvizsga, hanem bemeneti szint. Ez azt jelenti, hogy nem a diploma átvételéhez szükséges már majd a középfokú nyelvvizsga bizonyítvány, hanem egyáltalán ahhoz, hogy valaki jelentkezni tudjon egy felsőoktatási intézménybe. A korábbi években a hallgatók élhettek a diplomamentő program lehetőségével, most sajnos már ez sincs meg. Az egyesület elnöke szerint hasznos lenne, ha a kormány ezt újból elindítaná, hiszen addig, amíg a közoktatásból nem megfelelő nyelvtudással lépnek ki a diákok, a felsőoktatás befejezésével tízezrek találhatják magukat olyan helyzetben, hogy a nyelvvizsga hiányában nem kaphatják meg a diplomájukat. A diplomamentő projekt azért volt egy nagyon hatékony megoldás, mert nyelviskolákat vontak be, fületi nyelviskolákat vontak be ebbe a megvalósításba, akiknek ráadásul úgy vontak be ezekbe a programokba, hogy előírtak számukra egy 70%-os sikerarány, tehát gyakorlatilag a nyelviskolák akkor kapták meg az ő munkabérüknek az utolsó 20%-át, hogyha legalább 70%-a a diákoknak valóban le tudta tenni a
nyelvvizsgát. A tapasztalat az, hogy a többség az oklevél megszerzése után 1-2 éven belül leteszi a nyelvvizsgát, és ez főleg azokon a szakokon jellemző, amelyeken nem egy, hanem 2, illetve szakmai nyelvvizsga a követelmény. Berényi Milán elnök szerint az igazi megoldást a közoktatás nyelvtanításának megreformálása jelenteni, aminek érdekében a kormány ősszel reprezentatív kutatásba kezd. Jelzőrös félpályás útlezárás lesz érvényben a 3203-as Gyöngyöst Jászberénnyel összekötő vasúti pályaszakaszon. Így a Vámosgyörki átjáróban és 2017. július 22-én 20 órától, július 23-án 16 óráig. A munkavégzés ideje alatt 23 és reggel 6 óra között egy legfeljebb 90 perces időintervallumban teljes útlezárás bevezetésére is sor kerül. Az átjáróban ez alatt az idő alatt a megkülönböztetett jelzést használó jármű sem haladhat át. A májusi jégverés ellenére is közepes termés várható a mátrai borvidéken, mert jó részt regenerálódott a szőlő, mondta el televíziónknak Nyilas János, a Mátrai Hegyközségi Tanács elnöke. A szüret egy hónap múlva kezdődik, és jó minőségű termés várható. Hiába verte szét a leveleket és a fürtöket a májusi ég, a szőlő mégis kiheverte a pusztítást. 15-20%-os termés kiesés így is várható, de a 200%-os kár az eltúlzott kijelentés volt, mondta el Nyilas János, a Mátrai Hegyközségi Tanács elnöke. Most valójában szüret előtt állva egy hónappal elmondhatjuk azt, hogy ezek ellenére a borvidéken egy közepes termés várható, amely összesítve vagy konkretizálva megközelítheti a 7 tonnás termés átlagot. A regenerálódás megtörtént ezeknél az ültetvényeknél. Na most itt a 200%-os kár, tehát megítélésem szerint az egy eltúlzott dolog volt akkor is. A jég egész fürtöket és hajtásokat is leverte a szőlőről, így átlagosan kevesebb termés várható, de néhány fajta a közepestől akár még jobb hozamot is produkálhat, mondta Nyilas János. A minőséggel sem lesz baj, hiszen a kevesebb termést szépen felnevelték a tőkék. A minőségről azt is mondhatnám, hogy bizonyos szintig, tehát korrelációban van a mennyiség és a minőség. Kevesebb szőlőfürt, jobban kifejlődnek a szőlőfürtök, a szőlőszémek, tehát ilyen szemszögből a mai előrelátásunk szerint akár egész jó minőségű vagy kiváló minőségű szőlők is jöhetnek, vagy teremhetnek. A szüret egy hónap múlva az írsaival kezdődik, majd a hosszabb tenyészidejű fajták következnek. Az árak valószínűleg a tavalyihoz hasonlóan alakulnak, várhatóan 70 és 120 forint között mozog majd a szőlő felvásárlási ára. Megérkezett a piacokra az igazi magyar görögdinnye. A szakemberek szerint idén a gyümölcs minősége nagyon jó. Magyarországon körülbelül 5000 hektár dinnye van, hektáronként átlagosan 35-40 tonna terem. A termelők helyzetét nagyon megnehezíti az, hogy az áruházláncok áron alul adják a dinnyét. Ez akár azt is maga után vonhatja, hogy csökken a dinnye termőterülete. Ízletes, zamatos, mézédes, és ebben a nagy nyári melegben szinte csak ez esik jól. Végre megjelent a magyar dinnye a piacokon és az utak mentén. A tavaszi áprilisi hidegfrontot sikerült átvészelni, a hideg időjárás okozta késésből pedig sokat pótolt a májusi-júniusi meleg, így a dinnyék szépen fejlődtek, emelte ki Magda Róbert. Körülbelül egy héttel ezelőttől már magyar dinnyét is lehet látni a piacon, ugye ennek a mennyisége egyre inkább növekszik, és talán így kikopik a külföldi dinnye. Mivel az időjárás az elmúlt időszakban, elmúlt egy hónapban kedvező volt a növény számára, így tényleg zamatosak, jó ízűek a gyümölcsök. A kezdetek nehezek voltak, hiszen ugye a tavasz viszontagságos időjárása az rányomta a bélyegét. A szakember szerint az, hogy az áruházláncok 100 forint körüli áron adják a dinnyét, megnehezíti mindenki helyzetét. Azt gondolom, hogy szerencsés, ha tudja mindenki, hogy mondjuk egy dinnyének az előállítási költsége, egy kiló dinnyének, az olyan 35-40 forintba kerül, és amikor mondjuk egy áruházláncban mondjuk 100 forintért vagy még olcsóbban adják a dinnyét, akkor a termelő 30 forintnál kevesebbet kap a dinnyéért, ami úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon rossz irány, és ez talán azt is maga után vonhatja, hogy hasonlóan az előző évhez, az idei évben is csökkent a dinnye termőterülete. Előfordulhat az is, hogy sok termelő nem tud majd talpon maradni, tette hozzá.
Adományokat gyűjtenek, illetve árva kutyusokat is örökbe lehet fogadni az Új Nap Egyesület mai és szombati kitelepülésén. Az állatvédőket már az első nap rengeteg ételadománnyal támogatták, sokan már pokróccal érkeztek, gondolva a hidegebb időjárásra. Pólókat, kitűzőket és bögréket is lehetett vásárolni az Új Nap Egyesület kitelepüléses adománygyűjtésén, amelyen az önkéntesek örökbeadással is várták a vásárlókat, állatszeretőket. Volt, aki már az adománnyal érkezett a helyszínre. Adományokat gyűjtünk kutyák részére, ugye tápot, konzervet, plédeket, amik ugye segítik ennek a telepnek az kiújulását és a megvalósítását, hogy minél több adomány legyen. A jelenlévők a támogatásukra biztosították az Egyesület munkatársait, sokan megálltak, hogy egy korábban örökbefogadott kutyusról meséljenek. Az Egyesületet pénzbeli hozzájárulással is lehetett támogatni, a kisgyermekek pedig a kutyusok simogatásával fejezték ki szeretetüket. Itt találkoztunk az Egyesülettel, és nagyon szeretem és sajnálom az állatokat, és elítélem azokat az embereket, akik bántják és kidobják őket. És ha tehetném, többet segítenék. Sajnos ennyire futotta, és remélem, hogy sok ilyen ember lesz, aki segít még. Az anyagi segítségnyújtás mellett az ételadományokból már az első nap sem volt hiány. Sokan azért vásároltak a helyszínen, hogy húskonzervvel, kutyatáppal, szalámival támogassák az állatmentők munkáját. Most ennivalót hoztam nekik, szárasztápot és húskonzerveket, szalámit, kölyöktápot külön, mert láttam a pici kutyákat. Azért segítek nekik, mert én nagyon szeretem a kutyákat. Nekem is egy befogadott kutyusom van, amit egy kukába dobtak ki, és egy tüneményes kutyaiskolába jártunk vele. Kutyabemutatókra jár, és én nagyon sajnálom az állatokat, és nagyon haragszom azokra az emberekre, akik tényleg felelőtlenül szaporítják. Aki támogatni szeretné az Egyesületet, szombaton még megteheti, illetve fontos kiemelni, hogy az év bármely napján lehet segíteni. Személyesen a gyepmesteri telepre is elvihetők az adományok, de akár a bankszámlájukra is átutalható az összeg. Amíg az időjárás engedi, tavasztól őszig festik a turista jelzéseket a Kékes Turista Egyesület tagjai. 2021-ig 650 km jelzett turistautat kell rendbe tenniük. A napokban Lajosháza környékén újulnak meg a jelzések. Fehér alapon zöld sáv, kereszt, sárga négyszög és háromszög. Lajosházánál festették ma a turista jelzéseket a Kékes Turista Egyesület tagjai. Egy új előírás értelmében a csoportnak 650 km mátrai turista útjelzéseit kell megújítani a következő 5 évben. Csak példaként mondanám, ez a zöld sáv jelzés, ami Kékestetőről Nagybátonynak az egyik főútvonala a Mátrának, ezt 2004-ben festették, hát meg is látszik az állapotán. Nem csak az, hogy a jelzések kopottak, bár itt nagyon szép munkát végzett az elődünk, aki festette, de leginkább az, hogy nagyon benőtt, helyenként járhatatlan, gyakorlatilag még rengeteg gondunk van, hogy jelzéseket hogy lehet elkészíteni. A legutolsó jelek festése óta ráadásul sok minden változott, így bizonyos esetekben az útvonalak és térképek módosítására is szükség lehet. Figyelemmel kell kísérnünk, hogy az útvonal időközben a természeti akadályok miatt elmocsarasodott, tehát ilyen helyen, ahol nem tud a turista menni, egy kis kerülő utakat kell betervezni, elkészíteni. A jelek festésén körülbelül 25 egyesületi tag dolgozik aktívan tavasztól őszig, ám a 650 kilométert ennyien nem fogják tudni felújítani 5 év alatt, ezért megállapodást kötöttek a Híris Természetjáró Egyesülettel, akik átvállalták a munka egyharmadát. Az Energia SZ csapata is megkezdte a felkészülést az új bajnoki évadra. A piros-feketék immár a megyei első osztályra készülhetnek, mint a megye másodosztályú nyugati bajnoka. Kis István edző elmondta, úgy tűnik, sikerül egyben tartani a bajnokcsapatot. Megyekettőben kettőt edzettünk, kedden csütörtök, itt azért pénteken is beiktatunk egy edzést. Látom, hogy jó, bő a keret, hál' Istennek. Van-e sok változás, érkezés vagy távozás szempontjából? Hála Istennek, hogy összetudtuk a meglévő megyekettes keretet, egybe tudtuk tartani. Változás, a kiszemelt játékosok sajnos nem jöttek be, tehát azokat nem bírjuk ide csalogatni. Aki van játékos, avval tárgyaló viszonyban vagyunk, tehát majd meglássuk. Úgyis az utolsó nap, az átigazás utolsó nap, úgyis ott dől el minden. A csapat a heti három edzés mellett több előkészületi mérkőzésen is próbára teszi majd magát. Edzőmérkőzésekkel próbálunk Pest megyébe nyitni,
tehát ott azok a csapatokat, a Iklad, Aszót, Bak, Gödölő, tehát Tura, ez az útvonalon próbáljunk járni. De az az igazság, hogy a Gyöngyös környéki csapatok, ugye Gyöngyös-Tarján, Nagyréde, tehát Gyöngyös-Tarján megszűnt, Nagyréde átalakulóban van, tehát ott a 10 körül várom a csapatot. Mondom, hogy vannak nagyon jó csapatok, amit láttam, és a Gyak révén, hogy ő megy első osztályban volt, Gyöngyös-Halász, Gyöngyös-Tarján, Nagyréde, tehát eléggé mesnéző vagyok, tehát ismerem a megy első osztályt. Tehát ahhoz nekünk maximumot kell nyújtani. Az, hogy ezt az eredményt elérjük, ezzel a kerettel, tehát maximum. A bajnokság rajtjáig azonban még sok idő van, az együttes játékos kerete is változhat, ami tovább erősítheti a kitűzött 10. hely elérését. Az adatbázis karbantartása és rendszerfejlesztés miatt vasárnap hajnali 1 és 2 óra között szünetel az úthasználati jogosultságok értékesítése, írja az MTI. A karbantartás alatt nem lesz lehetőség e-matricák és fuggó viszonylati jegyek váltására. Utóbbi esetében az egyenleg feltöltés is szünetel. A fuggó regisztrációval rendelkezők számára a beavatkozás alatt a bírságriasztási, az érvénytelen fedélzeti eszköz értesítési és az alacsony egyenleg értesítési funkciók sem lesznek elérhetőek. A tartós kánikula miatt egészségvédelmi és közlekedésbiztonsági okokból szombaton és vasárnap korlátozás nélkül közlekedhetnek a nehéz tehergépkocsik a magyarországi utakon, tájékoztatotta a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. A hőségriasztás ideje alatt a járművezetők a vezetési és pihenőidő betartása mellett hosszabb megszakítás nélkül szállíthatnak, nem kell a nagy hőségben a kocsijukban, parkolókban várakozniuk. A kamionstop felfüggesztése lehetőséget ad arra is, hogy a tehergépjárművek az enyhébb esti-éjszakai órákban induljanak útnak. Az aktuális végén pedig legfontosabb híreink még egyszer. Csalók közel 100 000 forintos nyereményt ígértek. Nyelvvizsga hiány, több ezer diploma ragad bent az egyetemeken. Közepes szőlőtermés várható a mátrai borvidéken. Köszönöm, hogy velünk tartottak a hétvégén Tallózóval, hétfőn este pedig ismét aktuálissal várom Önöket, viszontlátásra!